Úristen, megjelent a GTA 6 előzetese, mi a fene? Hát konkrétan felrobbant az internettőle. Az elmúlt pár napban más lehetett hallani, még a csapból is ez folyt, hogy jön a GTA 6, illetve annak megjelent az előzetese. Gondoljatok bele, még ahhoz is eljutott ez a hír, akit semennyire nem érdekel a gaming, tehát még a még a nagymama is tudja, hogy GTA 6 fogunk 2025-ben. Micsoda! Ötödik ére lett bejelentve, ugye, de utána három órakor, milyen érdekes egyébként, hogy normális időben is nem hajnali kettőkor, mint mondjuk egy Game Awards. De ja, délután háromkor premierben nézhettük volna akár közösen is, közösen, meghitt családi hangulatban, de történt valami, ami nem más volt, mint hogy kilékelték magát az előzetest is. Tehát itt gondoljatok bele, van ez a játék, van ez a játék, ami már így nagyjából 2013 óta, amióta megjelent az előző cím, így rebesgetve van, hogy létezik, és már líkelődik kategória ugye a fake líkekkel. Aztán ugye megjelentek rendes líkek is, aztán eljutottunk odáig, hogy megjelent az előzetes, de már kilékelődött, úgyhogy. Kénytelenek voltak megosztani valamikor éjfél után pár perccel. Nem mellesleg ez a csatorna, illetve a Twitter fiók, ami kilíkelte, Emletleg az a teória járkál körbe, hogy ugye egy YouTube employee volt, nyilván abból azokból okból kifolyólag, hogy ugye a Premiere az úgy működik nyilván, hogy a videó fel van töltve, és megnézhető a YouTube stúdió által a feltöltőnél. Viszont ugye ez még működhet, ugye, hogyha nyilván hozzáférésed van külső részről, tehát mint mondjuk egy YouTube employee-nál. Valószínűleg belső is ember, aki ott a Rockstar-nál dolgozott, nem tenne ilyet, főleg mivel ez egy ilyen monumentális event azért így a így a rockstarnál, tehát így gondolj bele. Önmagában is felháborító lehet néhány embernek az, hogy kilíkelődik így az előzetes, és emiatt egy kicsit változnak a dolgok. Viszont az, ahogy ez kilíkelődött, tehát ez egy kicsit pofátlan szerintem. Tehát így néhány ember így azért jelezte itt Twitteren, hogy hát szerintem le kéne lőni azt, aki ezt csinálta. Én úgy voltam valahogy hogy ez túlzás, azért nem menjünk olyan messzire. Aztán megláttam, hogy hogyan líkelődött ki ez az előzetes, és annyit látok, hogy egy 240p hang nélkül megy az előzetes, középen hatalmas felirat, megyél bitcoint! Valahogy elkezdtem egyetérteni az előttem felszólalókkal. Na de mindegy, megjelent az előzetes, kikerült így a Rockstar által is végül, és hát ugye nem sikerült így felvenni a reakciót rá, de, de megjelent, és voltak reakcióim, és ezt próbálom összeszedni ebben a videóban, illetve dolgokat, amiket esetleg így elmiszteltetek volna, illetve fontos így tudni erről az egészről. Jó van, kezdjük a legalapabb és fontosabb információkkal, miszerint 2025-ben fogunk játszani a GTA 6-tal, azaz valószínűleg másfél vagy két év múlva. És uh... Konzolom. Ne, legyen konzol exkluzív, oh, no. könyörgöm. Nem akarom. Mennyibe kerül most egy konzol egyébként? Na jó van, majd biztos olcsóbb lesz ennél, jó van. Na most ugye maga az előzetes az leak elődött, viszont ugye az előtte való líkek, amikről már beszéltem egy külön videóban, már így ö, bevizonyosodni látszottak. Viszont ugye két főszereplő lesz, és azok közül az egyikre, Luciára volt most ez így fókuszálva, ez az előzetes. Valószínűleg a következő az pedig a másik karakterre lesz majd, akiről hát így láttunk egy keveset, de nem annyit, amennyit kellett volna. Aztán valószínűleg a harmadik előzetesben meg mind a kettőről lesz, ami meg valószínűleg a launch trailer lesz. Most jön egy nutso fun fact egyébként, még pedig az így a történetek kapcsolatban, hogy Denhauser Hauser, illetve egy csomó régi rockstaros ö, ott dolgozó, akik felelősek voltak mondjuk a történetért, illetve magukért, a dialógusokért, poénakért, stb. Azok most így azóta már leléptek ugye a rockstár-tól még nyilván ezelőtt. És hát emiatt így felmerül a kérdés, hogy vajon mennyivel lesz másabb így a stílusa, illetve maga a vibe -ja így az egész történetnek, hogy mennyire lesz hű az eredeti, nem is hát az eredeti, miről beszélek, hát az, er az eddigi címekhez. Most azért mondtam azt, hogy jelőzményre, kicsit megbotlott a nyelvem, de igazából nem is, mert maga a helyszín az már egy olyan helyszín, ahol már jártunk, ugye Vice City? Na és itt ugye kétben jön az, hogy ö, mi a Rockstarnak így a bevett szokása, és mi alapján találták azt ki már páran, hogy Vice city leszünk még a líkek előtt. Na most amiben mi most vagyunk, ha lehet ezt így mondani, a GTA érákban, az a HD ra az ugye magába foglalja a GTA 4-et, az 5-öt, és most ugye a 6-ot. Ezek azok a játékok, amik már így a... a nyilván a HD felbontás idejében jelentek meg. Mi igazából kanyarodjunk vissza a legelejére. A GTA 3-ban, Vice City-ben és San Andreas-ban ez a három játék magába foglalja a GTA 3D-s eráját. Ezek után jött az HD era, ami ugye annak köszönhető, hogy engine kellett váltaniuk, mivel az EA aztán felvásárolta az előző engine -üket és hát úgy voltak vele, hogy akkor csinálnak inkább saját maguk egy újat. És hát ugye ami ezekben jelent meg, az már az HDR-ához tartozik, és hát ugye a GTA 4 Liberty Cityben játszódik, a GTA 5 Los Santosban, ami ugye a San Andreas area, és hát ugye most jön a Vice City, ami ugye nyilván Vice City. De hát ugye nem csak Vice City lesz feldolgozva, mint ugye az a GTA 5-ben is volt, nem csak San Andreas rész volt feldolgozva, hanem maga az egész állam, tehát kap egy egész államot ez az egész környezet, aminek a leve elméletileg az lesz, hogy Leonida. Na ez a Leonida, ez lehet, hogy a névből is lesik pár embernek, de egyébként magában az előzetesből is elég egyértelműen kiderült, hogy ez egy Florida állambeli paródia lesz. Magát az egész államot parodizálják ezzel az egész játékkal majd. Rengeteg ilyen side-by-side -side felvétel van már itt fenn is egyébként, amiket így egymáshoz hasonlítottak az előzetesek kapcsolatban, hogy mennyien real-life, illetve valósághű eseményhez ö, hülyen csináltak pár jelenetet. Most engem így érdekel az is, hogy ez vajon tényleg így lesz a játékban, vagy csak így, ez maga az, hogy így igen, hogy az így fun fact, hogy ez így volt a valóságban, és a játékban is így lehet, de amúgy így is lesz-e, ez itt a kérdés. Ami még kiderült az előzetesből, hogy nagyon fontos része lesz majd, tehát az előzetesnek nagyon központi eleme volt a social media felületek, illetve a fikcionális része annak. Ugye hát nyilván a GTA 5-ben is voltak már ilyen social media részek, mint a Life Invader, meg nem is tudom mik voltak még, ott ugye egy ilyen kis fun fact része volt az egésznek, ilyen kiegészítése a sztorinak, viszont itt éppen ellenkezőleg úgy érzem, hogy itt nagyon mély része lesz a sztorinak az, hogy ilyen közösségi oldalak vannak, és hát lehet, hogy erre is fog építeni, illetve az alapján is fog formálódni majd a történet későbbiekben. Na de igen, ez az előzetes mindent is lehagyott így rekordok tekintetében. Tehát de tényleg egyébként, tehát az előző rekordot a bosszúállók végtelen háború tartotta, és azt is megdöntötte a Rockstar. 24 óra alatt a legmegtekintettebb nem zenei videó, de majdnem a zenei videó is meg lett egyébként. Nem mellesleg, ezen kívül még a Rockstarnak hát várhatóan a legnépszerűbb videója lett valaha, megelőzte a GTA 5 előzetesét is. Emellett mind a kettő átlépte a 100 millió megtekintést, és még a Rockstar Games YouTube csatornája is átlépte a 10 millió feliratkozót. De hát nyilván, 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 hogyha megjelenik valami ennyire lehetetlenül népszerű, illetve már már irritálóan csapból folyó dolog, mint mondjuk ez a előzetes, mint a GTA 6 előzetes, Nyilván lesznek emberek, akiknek ez nem fog tetszeni, de már már egyébként a Rockstarnak is egy ilyen bevett szokása, vagy hát ilyen tradíciója a játék megjelenéseknél, hogy mindig van valami kontroverzi, mindig van valami dráma körülötte. Most például Elon Musk volt cringe Twitteren, bár ez igazából semmi új, tehát mindegy. de ahhoz kétség sem fér, hogy ez a legjobban várt játék valaha, illetve a legjobban fogadott előzetes valaha ugye, a játékok tekintetében. Tehát nyilván játékok tekintetében mindent levert már, szórakoztatóiparon belül is már, azt hiszem toppon van így ebben a szempontból. Tehát zseniális az, hogy mennyire perobbant így a köztudatba ez az előzetes. De nyilván maga az, hogy ilyen legendaként élt mindig is így a háttérben az elmúlt években, hogy mikor lesz már, mikor lesz már, tehát olyan majdnem a Half-Life 3, illetve Elder Scrolls 6 szinten volt, csak hát ugye az egyik valószínűleg soha nem fog megjelenni, a másik pedig be jelentve 2018-ban, és így azóta ennyi. A GTA 6 érkezni fog 2025-ben, már csak másfél-két év és egy konzol választ el tőle. A javaslom nektek azt, hogy játsszátok újra a Vice City-t, szinte biztos, hogy lesznek visszatérő karakterek egyébként a sztoriban. Nekem melyik kéne játszanom a Vice City-t, mert egyébként egyszer nem játszottam végig, tehát emlékszem rá, hogy játszottam vele a ps 2 de nem játszottam végig a sztorit, mert mindig a vezetés meg a lövöldözés érdekelt. Mit gondoltak? Szóljatok hozzá a komment szekcióban, mit gondoltok az előzetesről, szerintetek mik lesznek még az elkövetkező hónapokban, mit hallunk majd a Rockstar felől, és ha tetszett, illetve szeretnétek még ilyen videókat látni tőlem bármely más témáról, akkor iratkozzatok fel, csatlakozzatok a csatornához, hogyha támogatni szeretnétek, és akkor legközelebb találkozunk. Addig is, sziasztok!